Ebben az általános iskolában zenés műsorral is készültek a gyerekek pedagógus nap alkalmából tanáraiknak. Magyarországon 1952. június 7-én, 8-án ünnepelték először ezt a napot, és akkoriban ez alkalommal adták át a parlamentben a kiváló tanár, kiváló tanító kitüntetéseket. Manapság inkább csak az iskolákban köszöntik a diákok nevelőiket, tanáraikat, versekkel, virágokkal kedveskednek nekik, megköszönve egész évi munkájukat. A szekszárdi Szent József Katolikus Általános Iskolában idén rendhagyó módon köszöntötték a diákok tanáraikat. Nekem Dori néni, az osztályfőnököm, a kedvenc tanárom, mert úgy magyarázza el a feladatokat, hogy értsem, és háziból se ad olyan sokat. Janó Vandának is van kedvenc tanítónénie, mégpedig Margaréta néni. Mivel mindig segít, hogyha valahol elakadok, ő tartja nekünk a drámát, és már voltam vele táborban. A szülőknek köszönhetően emlékezetesre sikerült az idei pedagógus nap, hiszen a zenés műsoron, a versmondáson és a virágokon túl különleges meglepetéssel is készültek a gyerekek. És a külön meglepi most az volt, hogy tegnap délután már szülőkkel és a gyerekekkel, körülbelül 30-40 fő, az iskola előtti járdaszakaszt, illetve az iskola körüli járdaszakaszt rajzoltuk tele virágokkal, szívecskékkel, a tanáraink neveivel, hogy amikor reggel jönnek az iskolába, akkor lássák, hogy itt valami különleges dolog lesz, és hogy ez róluk fog szólni. A gyerekek szívesen vettek részt az előkészületekben, ötleteikkel hozzájárultak ahhoz, hogy ez a nap igazán felejthetetlen legyen tanáraik számára. Nagyon nagy meglepetés volt számunkra. Már kora reggel, amikor bejöttem az iskolába, a rajzok fogadtak az utcán, és kerestem, meghatódottan kerestem a nevemet, hogy fönt vagyok-e az aszfaltra rajzolva, és minden pedagógus nevét megtaláltuk, és utána pedig jött egy nagy ünnepség, amire nem is számítottunk, nem is gondoltuk, hogy a kedves szülők megemlékeznek erről a napról még, és a pedagógus napot így számon tartják. Igen, hát nem könnyű az a feladat, meg az a hivatás, amit mi csinálunk. A bátaszéki II. Géza gimnáziumban Bozsolik Róbert polgármester köszönte meg az iskola pedagógusainak az elhivatott munkát, hozzátéve tudja, milyen felelősségteljes feladatot látnak el pályájuk során. A pedagógiai munka az nagyon összetett. Ez nem csak az órák megtartásából áll, hanem egy nagyon komoly nevelő tevékenység is van mögötte, és ebben a nevelő tevékenységben benne van a mi teljes életünk és a teljes egyéniségünk is. Ez a nap a diákoknak is ünnep, hiszen ilyenkor a tanárok engedékenyebbek velük szemben, ilyenkor nincs felelés és nincs dolgozatírás sem.